Köszöntöm a Panongazda nézőit! Mai műsorunk kiemelt témája az aratás lesz, ugyanis még jelenleg is tart és gőzerővel folyik. Ezután utána járunk, hogy milyenek voltak a repcehozamok és milyenek jelenleg a felvásárlási árak. Ezután szőlőtermesztőkhöz látogatunk, majd pedig a dinnye kerül terítékre. Mindezek előtt azonban legfrissebb terménytőzsdei híreink következnek. Javában tart a búza aratás a Vajdaságban. A termelők szerint a legtöbb helyen elfogadható a hozam. 30-35 mázsa körül alakul holdanként. A felvásárlási árakkal nem elégedettek a termelők, és bíznak abban, hogy a jövőben majd emelkedni fog. Az árpához és az olajrepcéhez hasonlóan a búza aratása is a vártnál jóval korábban kezdődött. A kombájnok megállás nélkül dolgoztak szerda délelőtt az oromi határban. Az idei év több szempontból is más, mint az eddigiek. Míg tavaly a kenyérgabona aratása július közepén ért véget, idén egy hónappal korábban, már június közepén befejeződik. Ebben az oromi felvásárló cégbe a kamionok is hozzák a gabonát. Ebben a percben érkezett meg egy kamion 26 tonna búzával. Egy éppen beérkező búza 12,8%-os nedvességgel bírt, ami jónak mondható. A felvásárlási árak településenként eltérőek. Oromon és környékén jelenleg 20 dinár a búza kilogrammonkénti akontációs ára. A termelők szerint azonban áremelkedés várható. A hozam valamelyest jobbnak bizonyul az előző évhez képest, véli Rúzsa Tibor. A saját hozamunk azt még nem tudom, hogy mennyi lesz. Talán majdnem két hold van, mivel abu kevesebbet szoktunk vetni. Majd kiderül. Az árakról mit hallottál? De az árak azok csak ilyen akontációszerű valamit erről beszélnek, de talán 20 dinár, ami tehát az kevés mindenki szempontból is, de aztán meg mindig úgy szokták mondani meg a gazdasági termelők, hogy majd meglátjuk, hogy lesz. Az elmúlt évben rendkívüli befektetést igényelt a búzavédelme. Idén azonban nem jelentkeztek gabonabetegségek, és a kártevők sem tizedelték meg a termést. Annyi probléma adódott a búzával, hogy most júniusban, hála jó Istennek, kaptunk jelentősebb csapadékokat, és némi kimosódás történt a beltartalomból, de az se olyan mértékű, hogy ne lehetne kezelni, illetve hála jó Istennek a kapásoknak viszont azok az esők nagyon jót tettek. Ennyi áldozatot meg lehetett hozni. Most hektikusak az árak, mert mindegyik gabona egy magasabb árszínvonalon indult, majd megzuhant, majd újra elkezdett emelkedni. Az árpánál volt ez leginkább követhető, ugye az árpának van, tehát az árpa van legrégebb óta vásárlás alatt, úgyhogy ő neki volt egy magas fölvásárlójára, aztán bezuhant, most pedig ballag visszafele. Tehát van egyfajta áremelkedés. A repcénél egyelőre egy kicsit megzuhant az ára, de nem is értékesítik az emberek, olyan mérték kivárás van. A búza aratásának befejeztével sem áll meg a munka. A napraforgó virágzása már szépíti a tájat, így augusztus elején megkezdődhet az olajos növény betakarítása is. A kombájnok végül a kukoricaföldekben dolgoznak majd valamikor szeptemberben. Alacsony hozamot termett idén az olajrepce Vajdaságban. Az átlagosnak mondható 20-22 mázsa helyett 11-12 mázsa termett holdanként. Emellett jelenleg 50 dinár körül alakul a kilogrammonkénti felvásárlási ár, ami a termelők szerint még a befektetési költségeket sem fedezi. Körülbelül egy hete tart a repce aratása a csantavéri határban. A kedvezőtlen időjárási körülmények miatt a hozam az elvárhatónak mintegy felét teszi csak ki. A gazdák emellett az alacsony felvásárlási árak miatt is elégedetlenek. A levágott olajrepce szárát és ágait mutatja a csantavéri Balassa Miklós. A gazda szerint idén az enyhe tél és a meleg tavasz miatt sokkal korábban virágzott a haszonnövény. Nincsenek rajta kalászok.
Idén már március végén, április elején sárga színben pompáztak az ültetvények. Erre jött egy hideg hullám, ami megtizedelte a termést. A holdanként van 10-től 14-5 mázsáig, de van 6-7 mázsa is, tehát 11 mázsás átlag, nagyon kevés. Azért mondjuk, hogy mert nem volt kedvező a tél és a tavasz rájuk. Mi lenne az a hozam, amivel azt lehet mondani, hogy elégedettek a termelők? Hát régen is azt mondtuk, kvadrátonként 100 kg legalább volna 16-tól 18 mázsa holdanként, akkor betakarná az a költségeket. Ez volna akkor egy pozitív nulla, 20-22 is szokott teremni, de hát azt nem is vártuk, mert láttuk, hogy már nagyon gyönge termésig érkezik, úgy a kalászosokból is. Hát most az árakkal vagyunk nagyon problémában, mert ugye 51-2 dinárt akarnak adni, de hát ebben nem fér bele, ebbe 11 mázsás termésbe. Miben reménykednek, hogy mi nyomhatja esetleg fel az árakat? Hát az árakat szerintem azok nyomják, hogy nem ez termés. Tehát egy jó fél termés is, akkor esetleg gondolkodtak, hogy nagyobb termés lesz a fölvásárlók, hogy lent az ár. Csak hát ugye most ilyen napi árban vásárolnak is, ha én átadtam máma, holnap már ha több lesz, akkor nekem nem fizet rá, és nem tudunk megegyezni előre, hogy milyen árba vegyék meg a repcét, ugye mennyi a költsége, és akkor ahhoz kéne kalkulálni. De hát ugye a fölvásárlók ezt nem nézik, csak az ő érdeket, az ő piacukat nézik, itt a probléma. Ugyanúgy másmilyen kategóriában is, az állatoknál, a tejnél, vagy milyen gabonánál nézzük, mindig az van, hogy ahogy elbírjuk adni, úgy fizetünk neked, és akkor te meg próbáld meg kialakítani a saját áradat. Az olajrepce minősége idén kifogástalannak mondható. A felvásárlók nem vonnak le a nagy nedvességtartalom vagy más rendellenesség miatt az árból. A világpiaci folyamatok miatt azonban meg van kötve a kezük. Ami az árat illeti, jelenleg az elmúlt időszakban 50-51 dináros ár alakult a repce felvásárlásában. A Gebinél egy komoly csapat áll a repce felvásárlás mögött, aki nap mint nap figyeli a világpiaci árakat, és ahhoz is alakítja a felvásárlási árat. Mi van erre kihatással? Erre nagyon sok minden kihatással van, elsősorban a külföldi kereslet, valamint az olajár. Szerbia egy kis piac, és sajnos a belföldi hatások nem tudják meghatározni a repce árát. Az olajrepce aratása várhatóan még 1-2 hétig eltart. A nagyobb felvásárlók lehetőséget biztosítanak a betárolásra is. Így, ha kedvezően alakulnak a világpiaci trendek, később magasabb árat is meg lehet kapni az olajrepcéért. Sigmamol, a gabonamozgató, szellőztető, valamint Buza kombájn alkatrészek gyártója. A legjobb partner a mezőgazdasági gépek és alkatrészek előállításában. Egyedi alkatrészek gyártása, csigafelvonók, rosták, rázóasztalok, kalászemelők, szalmarázók és még sok más. Várjuk Moholon az Ady Endre utca 24-es szám alatt. Telefon 024 862 556 vagy 064 234 03 24. Sigmamol, a gazdák megbízható partnere. Túlnyomó részt jó szőlőhozamra számítanak idén az északbácskai homokvidéken. A borászok legtöbbje azt mondja, hogy rekordtermésre számítanak, azonban akadnak olyanok is, akik azt mondják, hogy idén mintegy 20%-os veszteség lesz a korai fagyok miatt. Hatalmas fürtökben lóg a szőlőbíró Nándor szőlősében, a horgosi borász immár 50 éve termesz szőlőt, jelenleg mintegy 10 hektáron. Idén nagyon jó termésre számít. Szemmel látható, hogy mennyire szép a tőke és a termés. Ezek az ültetvények például csak 2 évesek, de már sokkal nagyobbak, mint szoktak lenni. Nálam ez túl jó, tehát ilyen jó, nagyon régen volt már. Persze ez helyt válogassa magának, mert ugye ez az én területem, ez a kis homokháti kis térség, ez a talaj pontosan, ez 80 centis termőtalaj van, ami miatt szépen tud fejlődni a szőlő, és plusz még mind vadalanyban van, tehát oltványok. Úgyhogy ez nagyon mérő fő tudja szedni magát, ha szárazság is van, akkor is normálisan tudok termelni rajta. Hirtelen esős, majd forró, napsütéses idő váltogatta egymást az elmúlt időszakban. Ez gyakran betegségek kialakulásához vezethet.
Bíró Nándor szülőit elkerülték a betegségek, de általánosságban a szülő fogékony a lisztharmatra, peronoszpórára, de akár zöld vagy fekete rothadás is előfordulhat. Utóbbiak tavaly igencsak jellemzőek voltak. Az első munkálatok nagyját elvégeztem, tehát az úgynevezett meccés, veszőválogatás, zöld munkák elvégezése, megvan a kacsozás, úgyhogy most már állandóan csak a permetezéssel kell foglalkoznom, mert az az igazság, hogy szegény szőlő, az csak akkor tud beszélni, mikor már látszik rajta. Hiába kérdezgetem, hogy kell-e valami, nem tudja megmondani, csak akkor, mikor már látszik. És akkor ezt elkerülve azt csinálom, hogy rendszeresen permetezik. Hát persze ráhallgatok az előadókra is, hogy mikor mi várható, ha bár nagyon nem vagyok velük megelégedve, mindig más mondanak. A szerek, amit megtanulunk, bebizonyosodik, hogy jó, kivonják a forgalomból, más néven adják, akármit kérek, mindig azt mondja, ez olyan, csak nem olyan, hanem nem az, de nem az a néven, de ugyanaz pedig nem igaz. Úgyhogy nagyon ki vagyunk téve kényük kedvére, és akkor az árakat viszakul fölemelnek mindent, úgyhogy azért kiszködünk, csináljuk, mert ezt szeretem csinálni, és akkor ez véget én akkor is megtalálom a boldogságot benne, ha nem sikerül. Farkas Károlyék is évek óta termesztenek szőlőt, munka közben találtuk őket Horgoson. Most a levelezést szedjük ki a fürtök közül, és kacsazzuk vissza, vagy csonkázzuk ki, hogy mondja. Úgyhogy ez van most jelen pillanatban, de a szél is sokká csinált, mert amit megcsináltunk, ahogy bedugdostuk, azt újra kellett már dugdosni megint. A borász szerint az elmúlt időszak időjárása kedvezett is, meg nem is a szőlőnek. A korai fagy azonban megtette hatását szőlősükben. A tavalyi évhez képest mintegy 15-20%-os terméskiesésre számítanak. A koratavaszi fagyok előtt már a szőlő nagyon kihajtott, és volt egy jelentősebb fagykár. Utána pedig ez a meleg annyira kihúzta a szőlőt, hogy előre vagyunk nagyon. Úgy mondjuk, hogy egy 3 héttel, de szerintem egy hónappal is, mivel már a korai szőlőnek elkezdett világosodni a bogyója. A megkérdezett termelők bort készítenek majd a sok szőlőből, viszont az asztali desszertszőlők esetében is most az a legfontosabb, hogy a nap ne égesse meg a bogyókat, ezért egyelőre a levelek takarásában érdemes hagyni a fürtöket. A nyár hírnöke, a görög dinnye is előbb jelent meg idén a piacokon, igaz, ezt még Görögországból importáljuk, viszont sárga dinnyéből már van haza is. A hazai szerbiai görög dinnye pedig várhatóan 10 napon belül kerül a piacokra. A görög dinnye az egyik legkedveltebb nyári gyümölcsünk. Több mint 90% a víz, ennek köszönhetően kitűnő vízhajtó, vesetisztító és salaktalanító tulajdonságokkal rendelkezik. 100 g görög dinnye mindössze 30 kalóriát tartalmaz, cukortartalma azonban viszonylag magas, 7,2 g, így például a cukorbetegek csak kis mennyiségben fogyaszthatják. Nenad Arifovics 30 éve árul dinnyét a szabadkai tejpiacon, valamint a Sugárút környékén teherautóból. Imamo jako lepu lubenicu grčka, za 10 dana počinje domaća naša, jedino što je domaća dinja. Dinja je domaća, lubenica će biti za 10 dana. Lubenica je crvena, lepa. És mézédes. A görög dinnye kilója most 80, szeletelve 100 dinár, de az ára szinte napról napra csökken. Az első szerbiai görög dinnyék az árusok szerint Sabac környékén érnek majd be. A szokatlanul korán jött dinnye szezon a vásárlókat is meglepte, egyelőre még csak mérsékelt az érdeklődés a gyümölcs iránt. Nos, a hajdúerresi zöldségesnél is egyelőre behozatali Görögországból származó görögdinnye kapható, mint ahogyan látható is, szép, nagyok, jó méretesek, 10-11-12 kilót nyomnak, 120 dinárba kerül egyelőre kilója, míg szeletelve 130 dinárért vásárolhatjuk meg. Azt mondják, a helyi dinnye Noszáról várhatóan 2-3 héten belül már megérkezhet. A noszai Kistorma András és családja 2 hektáron termel görög és sárga dinnyét, nagyjából fele-fele arányban. A dinnyék még aprók, úgy tűnik náluk éppen a megszokott időben, július elején érik majd be a gyümölcs.
És május 1-e előtt ugye kipalántáltuk, és pont május 1-i másodikán rájött egy őrült nagy szél, ami száraz volt a homok, száraz volt a föld, és azt a gyenge palántát úgy összeverte, hogy nagyon nehezen tudott megindulni. Egy 10 nap késéssel tudott ugye csak megindulni. Hát jelen pillanatban szépen, szép a parcella, jó állnak a dinnyék, késni fogunk ez a szél miatt, de én bízok benne, hogy azért oda fogunk érni a időbe. A fiatal gazda azt mondta, ők a dinnyét kizárólag nagyban értékesítik, és bíznak a gyümölcs jó árában. ...642 gazdával írt alá támogatási szerződést a tartományi mezőgazdasági titkárság Újvidéken. A nyertes pályázók az összeget mezőgazdasági tevékenységeik fejlesztésére fordíthatják, ezáltal segítve a termelés hatékonyságát és a gazdaság erősítését. Ez az egyik legjelentősebb és legintenzívebb támogatási kiírás. 392 millió dinárt osztottak szét a gazdák között. A gyümölcs, szőlő és zöldségtermesztőknek nagy segítség a finanszírozás, többek között gyümölcsösök telepítésére és különböző gépeket is lehetett pályázni. A fólia sátras és a zárt rendszerű növénytermesztéshez szükséges eszközökre is pályázhattak a gazdák. Jó barackhozamra számítanak idén Magyarországon is. A becslések szerint 16-18 ezer tonna kajszi barackot takaríthatnak be a termelők. Ez több, mint a duplája a tavalyi 6-8 ezer tonnának, de elmarad a 2022-es évi adatoktól. Az idén hosszú szezonra lehet számítani, mivel a szokásosnál két héttel korábban, már május második felében megkezdődött a korai fajták betakarítása. Minőségi problémák egyelőre nem jelentkeztek az ültetvényeken, viszont a tavaszi fagyok komoly károkat okoztak. Az elmúlt évek drasztikus fagykárai miatt megállt a korábban elindult termőterület bővülés. 2013 és 2020 között 4000 hektárról 5700 hektárra nőtt az ültetvények területe, de ez mára 5000 hektárra csökkent. Míg 2018 előtt évjárattól függően 20 és 35 ezer tonna között mozgott a betakarított mennyiség, tavaly a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt már csak 6-8 ezer tonna kajszi termett. Az idei évre vonatkozó termésbecslés a következő hetek időjárásának függvényében változhat. Az idei orosz gabonatermés 2021 óta a legalacsonyabb lehet, áll a SovEkon, a mezőgazdasági piacok tanulmányozására szakosodott orosz gazdaságkutató cég szerdán ismertetett jelentésében. A SovEkon szakértői szerint az idei gabonatermés 127,4 millió tonna lesz, ami elmarad a tavalyi 144,9 millió tonnától és a 2022-es 157,6 milliótól. Az orosz intézet előrejelzése szerint tavalyhoz képest az idén búzából 13%-kal kevesebbet, árpából 18,6 millió tonnát, ami 12%-os csökkenést jelent 2023-hoz viszonyítva, míg a kukorica termés várhatóan 12%-kal marad el a tavalyitól. A csökkenő gabonatermést részben arra vezették vissza, hogy az előző évhez képest 3%-kal csökkent a gabonavetés területe. Ennyi fért a Panongazda mai adásába. Jövő héten ismét várom Önöket aktuális mezőgazdasági témákkal. A viszontlátásra!